Udvarhelyen, a Szőkenyikó mentén kiváló almatermő falvak tarka sokasága fekszik. Kecset, Bencéd, Kobát falva, Tordát falva, Nagy Medesér. Többnyire eldugott, parányi unitárius székelyfalvak. Itt és társaikkal együtt másutt is még megőrződött a régi hegyoldalakra felfutó gyümölcstermesztés. Nagyszerű gyümölcskertekre találtunk, jó néhány régi fajtával. A többi közt pónyikkal, batullal, emennek sárga, zöld és mosolygos változataival, aztán többféle párizsalmával, mert hogy a székelyalmának Nagy Tóth Ferenc kitűnő monográfiája szerint is 22 változata van. Alsó Bencéden pap Domonkos fogadott bennünket. Mikor én gyerek voltam, 6-8 éves gyermek, első osztályos, 7 éves, 8, mindig csak ezeket a fákat, akkor tudtuk ráérni, hogy bekötözzük a nyúlak ellen, mikor már a hó leesett. Én nekem oda kellett állni, hogy a nádat megfogjam, amíg megkötték. Sokszor a kezem úgy megfáradt, hogy síróba juttam. Most kérlek szépen, itt vannak ezek a fák, még látszódnak, de már ezek is megvannak öregedve, mint én. Amit én oltottam, most fenn van kettő, az a török mocskotár és a pónik. Akkor még van valami másfajta budai domokos, úgy is mondják. Na várjon, a budai domokosról beszéljen, Domi bácsi, egy kicsit. Az a budai domokos, az jó, sokat terem, sokat. Aprán marad. Uh-huh. De milyen állós, színű ez? Állós, olyan bordos, kicsi, apró alma. Uh-huh. Állós, és édes. Meddig áll ez? Egész júniusig el, jövő évben is, évig is. Uh-huh. Édes. Ez... A környéken sok van belőle? Hát itt van a faluban még több hely. Csemetekertjük volt-e? Volt, csemetekertjük. Én magamnak ott a sarokba csináltam, mikor fiatalember voltam. Hát abból még van körülbelül 15-20 darab almafa, ilyen vajasalma nyári, eperealma nyári. Hát nem értékes alma különben, nyárban úgy nék, a gyerekeknek, ennek való alma. Vajasalma úgy nevezik, az a sárga, savankás egy kicsit, de korán érik, augusztusban már meg van érve. Domi bátyám, melyik szereti legjobban ezt a klímát, ezt a talajt, meg ezt az éghajlatot? Mit gondol? Hát mondhatnám azt, hogy a Jónatán csak azt se szereti ezt a benti kövér helyet. Inkább uh-huh. azt a sárgás, künti talajt szereti inkább. Uh-huh. Jobban tart a jobban. Fája. Uh-huh. Itt bent úgy nevezzük, mű a fa oldala neked úgy. Úgy nevezzük, mi rákos. Igen, igen, rákos betegség. Rákos betegség. Itt, ha bent ültetem a kövér helyre, és már ott künn a sován oldalba jobban tart a fája. Mi ez? Meséljen róla. Ez lehet, ha van 150, de 100 biztos van. Hát kérlek szépen, ez a fa, pónikfa, úgy nevezzük, pónikalmafa. Ez amikor termése, például a tavaly, ha nem volt 5 mázsa alma ezen, akkor egy se. Az idén nagyon kevés volt. Ez is nem minden évben találja el a porzást, a virágzás alkalmával. Úgyhogy nem minden évben sikerül. De a tavaly rengeteg volt. Én hiába viszem azt a ilyen-olyan csülevész almát a piacra, mert nem kell. Hát olyant visznek oda, mint az élete. Igen, igen. Ez igen. Meg sem nézik ezt. De azért mégis érték. Hogy bizony? Tessék megnézni, ott is párak vannak. Ezek mind ilyen lehullott gyümölcsöknek a beszacskált egyetlen. Igen, igen. Mennyi pálinkája szokott lenni? Hát aztán azt már nem lehet megmondani. Mikor nem. Mennyi gyümölcs van? Igen. Az idén milyen volt a gyümölcstermés? Gyengébb. Tavaly jobb, több volt. Itt volt egy tanító, ami faliskolát intézett, a gyermekökkel együtt, ő oltogatott és eladta. Uh-huh. Az a tanítót úgy hitták, hogy Pető Béniámin. Nagyon szerette ezt a faiskolát. A tanítóknak ez egy ilyen feladatuk és missziójuk is volt, ugye, hogy a gyerekeket megtanítsák. Tanítani, igen, igen. És magyarázta,
elvitt a gyerekeket ki az erdőre össze vadalma szedni. És a kádban össze kellett törni, és a vadalma magot ki kellett szedni. És a vadalma magot ütette, hintette sorba, és bétakartuk a gyerekekkel együtt. Úgy. Ő hasítva ótott, és én pedig szemezve ótottam. Augusztusban. Uh-huh. Aztán az első osztályolag hajtott. Uh-huh. Tavaly rengeteg volt. Azt sem tudtuk, hogy és menjük. Van itt a faluban, aki szaporítás, oltással foglalkozik? Nincs, most már nincs. Nincs senki se? Uh-huh. Most már nincs. Most még a fiam ütetett valami magot, a tavaly vetett el, és ki is keltek, de hát csak 4-5 darab. És néztem, hogy most augusztusban meg kéne szemezzem neki, mutassam meg, hogy kell, de még a ceruza vastagságnál vékonyabb. És én úgy tanultam, hogy mikor legalább a ceruza vastagságát eléri, akkor kell egy augusztusban megszemezni. Igen, igen. Augusztusban kell. Úgy van. Akkor a szemzésön felül egy 15 centire elvágjuk, és akkor már az kihajt az a szem, mert oda nyomja a táplálékot a fa, és akkor kicsi rafiával hozzakössük ahhoz a csonkhoz azt a hajtást, hogy a szél ne törje le. És más tavasszal a csonkot levágjuk. Igen. Azon évben 2 métert nül. Uh-huh. És mennyit szemzett már, vagy Domi bácsi? Hát az nem olyan sokat, de körülbelül egy 50 darabot szemeztem, és amit el is, pénzt nem csináltam belőle, elajándékoztam. Szerettem. Szerettem véle foglalkozni. Most már én is eltelt az idő, most már, már olyan örökön fáradtnak érzem magam, és akkor már nincs kedve az embernek. Na, hát így kell elmondjam. Ki az, aki kisbacomban a fenyők közé pónyikot ültetett, hogy a nemes gyümölcsfa versenydacolhasson a tűlevelő erdők fejedelmével? Bizony, Benedek Elek. Ő Elekapó, a gyermekek cimborája, akinek maga ültette pónyik fáját ma is látni a szülőház kertjében. Ő aztán íróként is büszke szövetségese volt az almafának. Szívesen is emlegeti őket az édes anyaföldem lapjain. Kertjét hosszú utakkal hálózta be, hogy szinte peripatetikus séták során beszélgethessen velük, vizsgálva a gyümölcsök fejlődését. Az egyes allékat családtagjai tréfás versezetű táblákkal látták el. Bár csörgedez itt-ott a trágyalé, a Mária út remek szép alé. A Benedek had járni itt szeret, amott a templom, nézd mi szép keret. Kinek búja van, itt kesergi el, ide jön kiki jó s rossz viccivel. Könny s kacaj fakad itt vegyesen, ez a Mária útja kedvesen. Kisbacontól szinte kőhajításra fekszik a szintén erdővidéki bodos, amely arról nevezetes, hogy egy különleges almafajtát adott ahonnak, a budai domokost. Budai József pomológus hozta létre ebben a faluban, és testvéröccséről nevezte el. Anyafája ma is itt díszlik. Ritka, ma már kiveszni látszó fajta, bár a környéken elterjedt. Azt szeretnék kérdezni, Lajos bácsi, hogy maga, mint idevalós ember, ha jól értettem, 80 esztendőt elrúgta-e vagy? Még nem, még. Na, Jóisten étesse. Tudna-e arról szólni, hogy ez az öreg almafa, budai domokos fajta almafa, hogy került ide? Kiültette? Hogy gondozta? Mit tud erről? Budai József, mikor megültették,
Minden héten Béni bátyom azt mondta Tórián, hogy örökké lejött, hogy kell ültetni, és ápoltam. Minden héten egyszer lejött, Buda József ültette ezt. Hogy tudja, hogy körülbelül mikor volt ez ültetve ez a fa? Csemétán, most már így kell hát már azt mondja, hogy... Így körülbelül mit gondol maga, így a fára, hogy a reanéz, hát mit gondol? Hát gondolom, mert én mindjárt 100 vagyok, körülbelül 120 esztendeje. Jól satszolja, mert a fát annak idején 1884-ben ültették, mint csemeték. Gyönyörű szép alma máskülönben, ez a szép, szép piros csíkozottsága. Igen. És azt tetszik mondani, hogy az íze is egészen... Finom, erősen, finom alma. Azt mondta anya is, amikor ide került 21-ben, 80 vékat szeretett lárni a farunk. 21-ben 80 vékat erről az egyetlen fáról. Egyetlen fáról. Na, akkor egészség volt. Tehát aztán közben itt látszik az égtatővíről, hogy ugye ez a fele kipusztult, ugye kiszakadt, ki odvasodott, kitört a tüdő. Átült az idő. Fák felett is átállnak, és az emberek felettünk is átáll itt az idő, igaz? Átszerre. Na. Tehát menjünk a mennyországba. Vagy a mennyországba, vagy a pokolba. Vékonyéja, de vékonyéja van a nyári piros almánok. Szép szeretője, de szép szeretője van a barna kislánynak. Szép szeretője, de vékony kártyú a derek a jobb válláról a bal vállára. Bal válláról a jobb vállára, se haj, göndörödik a haja, de csúhaja. A mosolygó almát mutassa be egy kicsit. Ez a mosolygó alma. Mit tud róla elmondani? Ez nagyon ízletes, nagyon finom levesnek. Alma levesnek. Uh-huh. Jó, savankás, ugye kicsit szétfős, ez a legjobb. Igen, és a kiveszett almafajtákról? Hát a kiveszett almafajta van a török bálint, török mocskotár, a szeges alma, már az aranypár, mint már az is kiveszőfélben van. Fűzalma. Fűzalma, az sem igen van már. És a szeges almára emlékszik még? Én igen, mert nekünk is volt. Nekünk is volt. Mit hát az is, az volt az olyan pettyes volt, az belé a húsába is belément, úgyhogy az hamar elrothatott. Úgyhogy olyan kesernés volt, amik olyan barna pettyek voltak. Nem volt álló alma. Igen. Beszéljen a maguk kertjéről, mekkora kertjük van? Hát nekünk 50 áras, de már abban már nekem, de abban már nincsen, azt mondhatom. Csak szilvafa. Mert a kollektív idő alatt az almafákot kivágták, mert volt az a leján almának is mondják, mondtuk. Uh-huh. Azt, hogy már az ilyenkor, azt már elhasználtuk. Piros volt, és még a bele is rózsaszín. Puha volt, úgyhogy azt már ősszel azt elhasználtuk. Na akkor van ez, ezt őszi almának mondjuk, így hívtuk, ezt meg szoktuk aszalni. Ez aszalásra való? Aszalásra való. Ma még? Igen. Ma már aszalnak? Hát még? Nem igen. Hát én szoktam még úgy a lerbe. Uh-huh. Régebb a kemencébe is, sütés után akkor még aszaltak, szilvát is, almát is. Egy kisebb tételekbe, amikor már nem volt az az aszaló, amiben nagyobb mennyiségbe aszaltak. Mire használták a pónikot? Jaj, hát az nagyon ízletes volt reszelni. Reszelni. Megreszeltük. A legfontosabb az, hogy szorítottunk csügőt belőle, és megittuk. Egy volt az egész. Mi az a csügő? Hát a almalé. És az, ha megerjed, akkor lesz bor belőle. Bor is lesz belőle. Kicsit cukrot tesznek, mély, élesztik, lehet, ha mélyféle futni is kell. Mit csinálnak még? Lereszelik, és a savanyúságnak nem használnak? De igen, megesszük, persze.
rántott hagymás reszelt alma. Ez volt régebb. Spuliszka. Persze. Nos, de még mondtam, hogy tehetetlen spuliszkát. Sovári, ez is rá. Nagyon ízletes alma. Ez is el van terjedve, és finom alma. Na, akkor van az aranyremet. Ez is nagyon jó alma. Akkor van ez a másik remet. Ez a legtovább eláll. Külön fajta, nála külön van. Milyen fajta ez remet? Csak így, csak így remet. Csak remet. De ez remet, a legtovább egész eláll. Július végén is alma. Úgyhogy cseresznye már van, de ez még tartsa a karakterit. Akkor jó. Na, akkor ez még ez a bőralma. Ez még egy nagyon régi fajta. Finom ízű, csak vastag a haja. De jó enni. Na, ez akkor a török bálint. Ez is egy régi fajta. Más nevét ismerik a török bálint. Csontpiros. Csontpiros. Igen. Hát szép piros, nos, én legalábbis leánkakoromban így ismertem meg. Azt tessék elmondani, hogy melyik fák bírják azt, hogyha nem permetezik őket? Hát a például a renet. Hé, renet, ez egy félig vadalma. Félig vadalma. Ez aztán mondtam júniusban, oda, akkor lesz jó. Másik esztendő. Ez ilyenkor nagyon lehet hajtani, olyan, mint a kő. Most nem öndi való. Majd aztán a tavasz felé, akkor lesz jó. Szép anyikós a vidéke, becsületes székeny népe, szebb ott még a fűzfág is, mint máshol a gyöng virág is csuhaja. Szebb ott még a fűzfág is, mint máshol a gyöng virág is csuhaja. Mit sütött? Almás lepényt. Kenyértésztából almás lepényt. És kenyeret is sütött? Vagy? Igen. Sütöttem azt is, vagy négyet. Milyen almából kell készíteni? Hát ezt nagy levelűből készítettem. Nagy levelűből. Lehet csíkosból. Jónathámbus. Mindenféléből lehet. Igen. Bevisszük. Megvágjuk, megesszük. Na, megkínáljuk önöket is. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Jó étvágyat hozzá. Belmondta benne, tényleg nagyon finom. Igen? Ilyet még nem is. Nem. Hát ilyen nem, ez ritkosan. Póli néni, mekkora kertjük van itt? Itt egy hektár tízár. Tízári, ez a terület. Milyen gyümölcsfáik voltak a kert, vagy vannak a kertben? Hát vannak, ez a királyalma, akkor van a pónyikalma, akkor van a batúr, ez a, minek mondják, na, mi úgy mondjuk, hogy piros Párizs alma, akkor most nem volt, de van a sejem alma, úgy hívják, az a tavaszi, piros, olyan savankás, akkor van a tángyér alma. Ez korán érő fajta? Hát korán, már, ez már korán érős. Ez is korán érő.
Ez mi ez a, ez a szintén gyönyörű nagy... Ez a pónyik. Pónyik alma. Ez a pónyik alma. Mondjuk itt ez a nagyon finom alma, ez a pónyik alma. Ebből van a legtöbb? Hát ebből van három. Márkó, de és a faluban is? A faluban is van. Van még a régi lakásokban, de az fiataloknak már, szóval mondjuk azok a fiatal gazdák most már nem foglalkoznak, mások jönnek, azok a régi, szóval ezek az újak, tudja? Ezt a pirosat, hogy is mondtam, Kázmér. Kázmér? Kázmér, ez a Kázmér alma. Hát itt nagyon nagy volt a gyümölcstermés, és itt piacra elvitt az ember, ott megrakták úgy, hogy nem volt érdemes ilyen innen messziről, mi vagy 30 kilométerre vagyunk Marosvásárhelyhez, ugye, és akkor nehéz volt nekünk oda menni. Akkor még igaz volt buszjárat, de bizony aztán még szekérrel is mentünk. Elindultunk éjfélekor szekérrel, amíg ment ősszel. Aztán nem tudom, hogy tetszett neki látni, voltak ezek a, úgy mondják, gyékének a szekére csinálva, olyan gyékén húzat, hogy nem, ha eső, vagy valami van. Aztán ott meg volt a feneke rakva almával, sarjúvas, be a piacoros, onnan, akinek kellett vékávas, félvékávas, akkor nem igen voltak ezek a, most ezek a rendes mérlegek. Izék voltak, úgy mondtuk, hogy fontostál, ilyen billegő mérleg, ugyebár ott is, akik szegényebbek, vagy ilyen özvegyasszonyok, nyugdíjas a városiak, hát vettek úgy kilót. Nem is kilónak mondták, hanem fontnak. Kérünk egy fontot, kérünk egy fél fontot. És akkor onnan Vásárhelyről, ha nem kelt el, akkor kimentünk Lúdasra, úgy mondják, az egy mezőváros, települések. Ott aztán már tudja, vegyes nép, román is volt, magyar is, és akkor nem volt nekik pénzek. Kérdezték, kukoricáért nem adjuk? Hát dehogy nem, adtuk. Na. Aztán kijöttek, tudja, jöttek ki. Ezek a kofáknak mondták, igen, őket, igen. Az akkor ízébe, és akkor felvásárolták, mert nekik is volt, nem kocsival jöttek, hanem szép nagy lovakot tartottak, meg gazdasággal is foglalkoztak, és akkor kijöttek úgy szekére, és elvitték ők, ha akkor egy kicsit olcsóbban adtuk, mert nem kellett bemenni, úgyhogy, mert ők is ezen kaptak. Aztán jött a cigánság, úgyhibás, azok a kicsi bék. Aztán már még azoknak úgy is adtunk kivált, mert meg tetszett válogatni, ugye, mert sokan jöttek, ha mondjuk így az úriabbi nép, a városi nép, hát annak persze szebb kell. Aztán megmaradtak ezek az aprók, aztán jöttek azok a gyerekek, aztán azoknak oda tettünk, úgy örvendek futók, hát miért hozzuk vissza. Így ment a, más volt a menet, mint most, amilyen. Mama! Ott van az a fán, az is ugyanez az alma, nem? Az miért az? Azon az alma fán még. Ugyanez az alma, ez a nőzsér, ez a nagy levelű piros. Ez a piros, de még itt is volt, csak kivágták. Az ki van vágva. Nézzük meg, Kubi néni, milyen az? Na az. Akkor a gútnál van, az a másik, az a támpanír, az a nagy kerek. Mivel ilyen a kényes, ott a kutatni. Csak kutatni kell. Ez jó volt ez az. Na, parad a felé. Na ez is olyan, csak nyilás, ja igen, elvágták a kaszával. Ugye ez már egy öbbegyasszonyi. Ilyen szép színe van. Ilyen szép színe van, csak mikor milyen volt az eszmendő, mondjuk ha kevesebb volt, hogy nem volt annyi sok rajta, akkor kinőtte nagyobbra. Mikor több termés volt, akkor ekkorák s nagyobbak, aztán kicsi aprók is volt az másra. Na, ez a szép színe volt, gyönyörű volt, és jó ízű, finom, vékonhajú. Van, még vidéken nőzsírnek mondják, de itt mi így hogy hívják voltuk. Ez milyen idős fa ez? Ó, hát aztán mi? Már még megvolt, hogy én még nem is születtem 17-ben. De hát nem ekkora volt, nem tetszik látni, ott a kinyúlva csak. El vannak, na, régi, de még ez a fele még megvan. Tavaly termett? Igen, volt. Most is volt, azt mondják, egy kevés, de nem
nem tudom, hogy lefotolnom Szabó, nem tudom, hogy szedtek össze, nem szedtek. Nincsen benne. Nem lássa. Csak kicsi. Uh-huh. Csak ilyen nagy, mint kéne legyen, mint ott bent is, amíg izélyen. A királyalma, ugye akkor volt? Olyan nagy kéne legyen, és nem ilyen. Hát ez, szóval ez a Márkodi nőzsér? Ez a Márkodi, hát volt, aki az öregekből esetleg nőzsérnek, de én így tudtam, Leánka koromtól. Uh-huh. Nagy levelű, piros csíkos alma. Ezt a nőzsér nevet is hallotta azért valaki? Azért hallottam. Ha, mondták itt a faluban. Hát mondták itt a faluban. Mondom, ott a, hogy hívják, a csík, izébes udvarhelyen, ott termelték. Szóval ott adták azt a nőzsér nevet neki. Uh-huh. Ez is kicsi, ennél is nagyobb volt. Hát nagy lett volna. Hát volt egy kicsi ilyen, mondjuk az aljába, de nem hogy így az egész. Na ilyen, ugyanez a szín. Ez a szín, csak nagyobb. Uh-huh. Na, mit mondjak, mind a beteges, hogy mi is, hogy sánták vagyunk, fiatalon nem voltam sánta. Akkor ugyebár ezek butaság, ezt a hibákot. Igen. Na, mint a hibások. Úgyhogy nem, hogyha már mondjuk termeszteni akarnás, termetézik, hát ez nem ilyen lenne, nem piacos, szép alma volt. Hát olyan volt, hogy kacogtak az az asztalra, amikor kirakta az ember. Hát, ugye kiraktuk, kicsolóztuk, és aztán ki, hogy vették az izéket. Nem ilyen volt. Az ilyen nem is vittük, még össze se szedtük. Na, hogy árusítsa az ember. Ez nagy fa volt, erősen nagy fa volt. Erről annyi, hogy úgy is volt, hogy még 10 véka is lejött. Márkodból, a Marton családtól búcsúzunk. A mamától, Enikőtől és Szabolcstól, az Ikrektől, Attillától és Ágnestől. Jenő úrtól, aki harmonikázott, és Póli nénitől, aki nagy felfedezésként a Márkodi nőzsérről beszélt. Gegesre indultunk, ahová épp harangszóra érkeztünk. Felkerestük egy volt 48-as Kossuth huszár sírját, aki nem kevesebbet tett, mint fellendítette a régi Marosszék gyümölcsészetét. Gegesi Kis József emlékét annak rendje és módja szerint meg is találtuk. Rendkívül tevékeny, az apja azzal engedte el, illetve küldte el az iskolába, hogy fiam, aztán mutass is valamit, hogyha már tanultál valamit. És hazajött, és valóban mutatott. Csodálatos gyümölcsösöket alapított, és tehát legendás gyümölcsész volt valójában ez a Kis József. Anyai nagyanyámnak közeli rokonos, így nekem is, mind utódnak, elég, szóval rokonnak tekintem, na. És ő valóban rengeteg gyümölcsöt telepített ide a faluba. Általában már az új fajtákat igyekezett behozni. Itt a régi almafajták, az úgynevezett mosolygóalma, amelyik ősi fajta volt, abból élt valamikor a falu lakossága bizonyos pénzkiegészítőként, mert rendkívül rossz földünk van nekünk. Rossz podzolt talajunk van, és abból kellett kiizzadni, és a gyümölcsöt nagyon jól teremte. És ő ezt a lehetőséget kihasználva új fajtákat igyekezett betelepíteni, és sikerrel. És milyen... Ő hozta be legelőbb ide a Jónathánt már annak idején, és de főleg Batúr és Bónyikalma nevezetű almákat, amik abban az időben slágeralmák voltak, hogy úgy nevezzem meg. És a piros párizsról tud-e? Tudok a piros párizsról, sajnos nincs már a faluban. Ha jól tudom, a Havadi
egyik dűlőbe van még talán egy pár darab fa. Én személyesen nem tudom, hol van, de Havadon vannak olyan, az a szomszédfalu, vannak olyan egyének, akik ismerik, hogy hol létezik még ez a piros Párizs. Annyira népszerű alma volt, hogy Maros megye címerébe is benne van. András bácsinak milyen kertje van, milyen gyümölcsöse van? Hát nekem van sajnos saját telepítésű, már csak az a egy-néhány fa van, ami az udvaromon van, de van még dédnagyapámról maradva egy pár darab böralmafa, és nagyapámról is, mert ő is telepített böralmát és ehhez hasonló régi fajta almákat. No, és ki, maga kezeli ezeket, vagy kell ezeket valamivel kezelni? Hát kezelem, de inkább a kezelésem csak abba nyilvánul meg, hogy leszedem, amit teremnek, mert sajnos nem kezelem úgy, ahogy azt kellene. Uh-huh. Úgy az és milyen termést hoznak itten? Hát az jó termés hoznak, csak sajnos ezek már nem divatalmák. Rendkívül jó ízűek és állósak, de nem divatalmák, úgyhogy a piac ezt már nem igényli, nem is ismeri. A Firtos lova jó időben tekint le ránk és a környező falvakra. Firtos várajja mellett, ahogy én lakára megyünk. Talán a leghíresebb udvarhelyi gyümölcsészhez, Szávai Márton nyugdíjas tanítóhoz. Ő valóban a szenvedelmes kertészek népes családjához tartozik. Én lakom valamikor gyümölcstermesztésből élt, illetve az volt a főjövedelmi forrása. Egészen hát a múlt század, most a század elején. Megvoltak még a régi aszalok, ahol a gyümölcsöt megaszalták, elvitték az alvidékre, hoztak helyette kukoricát, az nem igen termel. De a falu területe, ahol van, 64 hektáron, ami fűrös kertekben, udvarokon, mind gyümölcsből áll. A 50-es évek elején, illetve a közepén, egy gyümölcs összeírási akcióra neveztek, és akkor tűnt föl nekem, akkor kerültem ide én lakára etédül, hogy mennyiféle fajta gyümölcs van és régi gyümölcsök. Minden régi fán, amíg 50-60 évnél idősebb volt, azt tudtam, hogy az előző században oltották, tehát lettek, és régi fajták kellett, hogy legyenek, és azokat mind egy-két almát vettem belőle, és leírtam, hogy melyik milyen. Akkor találtam 81 fajtát, persze benne voltak azok is, ami egyebütt is megvan, mint a pónik, batúr, mosolygó és a többi, de érdekes módon volt egy néhány olyan, amit csak itt láttam. És akkor voltak még régi fajták, olyanok is, ami itten nem volt meg. De, ami itten van, azok közül nagyon jellegzetes ez a fajta, ez is egy olyan 20-as évek körüli oltás, régi tövény van. Két ága volt, kétfelé oltással akkor a korabeli tulajdonos. És az ebben az érdekes, hogy nagyon annyira édes, mint a méz. Hogy nevezik? Ezt édes csíkos almának hívják, más neve nincsen, de roppant sokáig eláll, és az ebből készült most olyan, mintha mézzel készült volna természetes édességében. Úgyhogy magas cukortartalommal rendelkezik. Így, ahogy nézem, formája a sikolaihoz hasonlít, de az édessége ez nagyon édes. Tehát olyan fajták ott, hogy ezek, amelyek mostoha sorsa lettek ítélve az új modern fajták következtében, és közben a régi tajót elhagyjuk, ezeket is van mit kezdeni. Akár lekvárnak, akár aszalványnak, akár műzlinek a feldolgozását, vagy akár egyszerűen lének, mert egy tökéletes az üzletben nem lehet kapni, mert vízzel és szintétikus anyaggal feldúsítják, ellenben ha azt naturban, természetes valójában meg lehet oldani, amit már próbáltam, úgyhogy pasztorizálással mozgyanánt megőrizhető, ez egész biztos, hogy mint biotermés, és biofáról véve más jelentősége van a piacon is. El volna az egyik, akkor a másik fele pedig a
feldolgozását, szárítását, egész eszközök vannak, tehát gazdasági jelentősége is van. Hogy miért jobbak a régi fajták? Tehát egyszer az, hogy az új fajták a hibridizálással fajta jellegüket elhagyták, tehát nem olyan edzettek és nem olyan szembeállók a betegségekkel, mint a helyiek. Akkor a másik pedig az, hogy ahogy figyelem az, hogy a fabetegségek jönnek errefele, a régieket nem támadják annyira, mint az új fajtákat. Hát itt sokszor mondom, hogy akik hozogatnak innen-onnan be fákat, nem tudom, hogy az eredetük honnan származik, de a legtöbbel megjön a fabetegség. Ezt úgy mentettem meg ezt a úgynevezett édes zöld almának nevezik. Egyetlen egy fa volt, a tavasszal konstatáltam, láttam, hogy ki van vágva. Hamar, de már el volt 2-3 hete, úgyhogy alig tudtam oltóágat szedni, olyan 5-6-ba is tettem, hogy egy megmaradhasson. Ha már múzeális jellegű kertet akartam csinálni, ahhoz szükséges idevaló alanyat is előállítani, tehát helyi kell, hogy legyen. Ezzel a szándékkal gyűjtöttem a múlt ősszel a falu határában magvakot, ahová tettem a nemes almáknak is a magvát, és azon kívül a határból, a szép egészséges vadfákból hoztam magokat. Mellette kíséretképpen tettem más gyümölcs magvakot is, persze félre egy másik ágyásba. Semmivel nem kezeltem, mondván, hogy ha jó, megmarad. Mert edzettebbek kell, hogy legyenek a betegségekkel szembe, ez semmivel kezelve nincsen, ezek mind a vadfáknak és a batúrnak és a fehér almának a magvai szépen megmaradtak, és ezekbe fogok oltani a mindenféle fát, amit meg akarok itt valósítani, minden évből kettőt legalább lenni. Úgyhogy most már az 1000-ből 560-70 van meg, szép, egészséges azokat, a kisebbekkel nem foglalkozom, csak ezekkel, amik ilyen szépen fejlődtek. Ezek itt mind, itt találtam régi fák, régi almafajták egytől egyig, múlt századiak, és azig meghagyom őket, ameddig élnek. Tehát, de mellette ugyanakkor a gén megőrzésért itt a rétegvonal mentén fölhúztam a fasort egészen ki az útig, párhuzamosan mindenütt, hogy a rétegvonal, ahol van, onnan nőjenek fel megfelelő távolságra. Fokozatosan, ahogy ezek felnőnek, valószínű ezek addig kipusztulnak. Tehát helyébe ugyanaz menjen át egy új csemetébe, és maradjanak meg. És ami pedig kivesztek, azok helyett is hoztam máshonnan oltó ágat, oltóhajat. A régi fajtagazdagság megőrzése Szávai Márton nemes missziója. Összegyűjteni, felleltározni, megismerni és szaporítani a maradvány gyümölcsösökbe szorult anyagot. És megtalálni azt a módot, hogy használhasson mindezzel, hogy radikális szelídséggel közelebb juthassunk egy emelkedettebb létezéshez, saját magánmitológiánkhoz, vagyis önmagunkhoz.